Sziasztok! Szép estét kívánok, üdvözlök mindenkit! Hát, ismét itt vagyok, új hét, újra stream. A mai nap pedig hát egy ígéret, amit folytatunk mindenképpen, mégpedig a Resident Evil Village-et. Régóta húzódik, ígérgetem már a folytatást. Múlt héten voltak technikai problémák is, de most itt vagyunk és folytatjuk. Ma is, illetve szerdán is, ugyanis a heti menetrend is úgy nagyjából megvan, hát remélhetőleg tartani is tudom. Ugye ma és szerdán Resident Evil Village, kedden pedig befejezzük, azaz holnap a Track to Yomit. Pontosabban folytatjuk a Track to Yomit, elvileg be is fejezzünk, mert nem egy hosszú játék, de... Hát ezt meglátjuk. Jó, csütörtökön pedig hát egy kicsit hosszabb Elden Ring, ugyanis hát egy nehéz rész következik, egy nehéz és opcionális rész, de erről majd beszélünk csütörtökön, majd akkor visszatérünk erre. Jó, úgyhogy ez a heti program, pénteken most nem lesz stream, meg szombaton se, úgyhogy hétfőtől csütörtökig esténként várok mindenkit. Sziasztok, szép estét! Shedit Adri, 9 hónap, megszületett. Nagyon szépen köszönöm a támogatásod, köszönöm szépen, hogy ilyen régóta és ilyen sokat támogatsz. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, nagyon kedves tőled. Köszönöm. Kombi, jó estét, szervusz neked is. Hát akkor szerintem folytassuk ki. Érdekes. Jó. Na, szóval itt hagytuk abba, ennél az írógépnél, elvileg. És azt hiszem az az objektív, tehát a teendő, hogy keresünk meg Dimitrescu szobáját. Hát keressük. Oké. Tehát itt ki tudunk jönni az erkélyre. Itt egy lift. Oké. Jó. Hát próbálok visszaemlékezni. Ez a gond, hogyha sok idő kimarad a folytatásban, akkor nehéz fölvenni újra a fonalat. A lady. Ott egy kulcs. Mother Miranda. I regret to inform you that Ethan Winters has escaped that fool Heisenberg. Because he is in my castle and has already proven too much for my daughters to handle. When I find him... No, Mother Miranda. Yes, of course, I understand the importance of the ceremony. I won't let you down. Ceremonia. To hell with the ceremony. That man will pay for what he's done. Az hogy arrébb dobta? Az igen. Oké. Hát ő mérges a ceremónia miatt. Valaki itt tartotta a pénzét. Oké. Na, ez elvileg Dimitrescu szobája. Igen. Úgyhogy akkor nézzünk ki szét. Na. Aha. Jó, tehát valami family meeting volt. Hát
Heisenbergen nincs kibékülve, az tuti. Aha, tehát Heisenbergen nincs jóba. És azt nem érti, hogy a Miranda miért kezeli úgy őt, mint a többieket. Tehát ő azt hiszi, hogy ő a kedvence, vagy ilyesmi, vagy azt reméli, és hogy ő nem különleges, és akkor erre inni akart. Hát akkor ígyunk. Valami ajtó becsukódott. Oké. Egy bölcső. Aha. Ugye Rose-t keressük, tehát a kislányt. Jöttünk be. Ez zárva van. Ez is zárva van. Hát akkor sok lehetőségünk nincsen. Hát itt miért tudnánk használni egy fényképet? Hát ide valószínű kell egy kulcs. Shit. For a child who isn't even here. What the hell do you ungrateful, selfish wretch? You come into my house. You lay your filthy man hands on my daughters, and now you even try to steal my property. How dare you? Ozigem. Okay. Do your worst. Elolvas topsoros, igen. Tick. Igen, igen csak. Oké. Hát levert minket ide a pincébe. Igencsak. Úgyhogy valahogy innen ki kéne jutni. Gyorsan körbeszaladunk, hogy van itt valami. De nem igen. Mint ha itt egy láda lenne. Aha. Egy csomó pénz. A lej az manapság elég jó nemzeti valuta állítólag. Shit! Hát you will learn what it means to insult House Dunning-Klask. Hát ez nem nézünk ki jól.
Na várjatok, valahogy... Vissza kéne szereznünk. Jajaj. Hagyjál békén. Az a baj, nem tudok szaladni se. Érthető okokból. Jó, ez legalább kinyílt. Nem vagyunk jó bőrben, nagyon nem. Oké. Legalább ez működik. Oké. Csak nem tud ide bejönni. Egy maszk. És ezzel elindultunk fölfele. Oké. Jó. Hát... Az... Ennyi. Ennyi gyerekek. Ennyire egyszerű. Faszom itt, oh, már bocsánat, orvostudomány, hagyjuk már. Bekente egy kis izével, kenőcse az visszateszi. Ennyi. Mintha új lenne. Ennyi. Semmi nem történt. Ezt kellett volna csinálni a... Hogy hívják a... Kinek levágták a kezét a trónok harcába? Ugyanezt kellett volna. Lehet akkoriban még nem volt ilyen... Ja. Shit. Az a baj, hogy... Hát ennek nem sok értelme van az a helyzet. Ja. Az a baj, hogy csak fogyasztom a töltényt. Oké. Okay. Azaz, Jamie Lannister, igen. Jó. Na most azt kéne tudni, hogy hova kell menni. Ez Escape the Castle. Hát, kösz. Na várjatok, térképet nézünk. Hogy merre kéne menni? Mert nem különösebben... Oké. Okay. Jó. De miért kell innen nekünk? Megint. Oké. Okay. Lehet, hogy tök rossz fele jövök. Igen, valahol... Ja igen, itt kapott el minket Dimitrescu. Shit. Azaz fürdőkád. Hát mondjuk egy ekkora nőnek nem is árt, ha van ilyen nagy. Igen, itt most körbejöttünk. Oké. Okay. Akkor itt fönn nincs semmi, ugye? Nem.
erre nincs semmi. Oké, oda lefele le lehet menni. Igen, ezt a üzét is megcsináltuk. Kis puzzle-t. Hogy ugye le tudjunk menni. Oké. Ja, jó, akkor gyerünk le. Egy olyan nagy fürdőkád annyiba kerül? Hát anyag az van benne, szóval alapvetően indokolt. Az a baj, hogy csak fogyasztom a lőszert. Oké, ez a konyha. Ja, hogy normál méretben annyi? Na mondjuk az már, hát... Nem tudom. Őszintén szóval nem nagyon vagyok benne a fürdőkád bizniszbe. Jó, mindig rosszat nyomok. Itt van a main gate, itt a Hall of Four. Azt nem tudom, hogy itt most mi tudunk-e valamit csinálni. Igen, egy maszkot szerintem föl tudunk tenni. Mask of Sorrow, nem is tudom, hogy hintek voltak-e. A inventory-t hogy veszem elő? Oké, examine. Igen, itt a hint. Nagyon nehéz, amúgy. Oda kell tenni, ahol ilyen két lyuk van. Ide. Nagyon bonyolult volt. Oké. Na, a kérdés az, hogy ez most mit okozott. Tudunk lockpickelni. Oké. Akkor menjünk erre. Nézzük meg. Hát már ha tudunk persze, mert erre most nem emlékszem. Oh shit. Akkor most vele mit csináljak amúgy? Remek. Nagyon jó érzés. De tényleg most vele mit tudok csinálni? Szerintem itt konkrétan semmit. Hát igen, a hideget az oké. Okay. Csak az a baj, hogy itt még ablak sincs. És szaladunk. Tehát... esetleg ki tudunk menni. Hol tudunk kimenni? Nem itt. Na van, ez is megjelenik. Oh, és jön.
Hova meneküljek? Ó, de jó. Innen-onnan kapjuk. Üljek le? Az amúgy nem hülye ötlet. Ja, bocs, nem ide. Oké. Jó, hát bejöttünk ide. Igen, itt még nem voltunk. Egy térkép a kastélyról. Oké, ez jó mindenképp. Érdekes. Oké. Jó, hát akkor ezeket kéne még majd felfedezni. Jó. Na, hát akkor... ez a túloldalról be van zárva. Akkor gyerünk itt fel. Valamit hallok. Ó, eltűnt a rúzsa az a lédinek. Hát ez szomorú. Ó. Kis töltény, az mindig jól jön. Oké, ide egy másik kulcs kell. Oké. Ez micsoda? Egy nap telt el a kezelés óta. Igen, a három kislány már nem mozog. Látszólag majdnem meghaltak. Egy rovar repült ki a legidősebbnek a szájából. Talán egy sima légy. Remek. Oké. A második nap. Szóval mind a három testet legyek lepik el. Úgy tűnik, hogy a legyek megeszik őket. Hát ez nagyon jó. Oké, amikor kinyitottam az ablakot, néhány légy elpusztult. És akkor itt adja a tippet, hogy a hideg nem tesz jót nekik. Oké. Jó, tehát akkor igen, akkor ez confirm, hogy a hideg nem tesz jót. Oké, negyedik nap. Szinte mindhárom test szinte teljes mértékben eltűnt. Vagy hát így a rovarok elfogyasztották. Aha, és ami maradt egy ilyen sötét, emberalkatú massza, valami. Oké. És hát délután, nem tudom miért pont délután, de na mindegy, hogy a rovaroknak megváltozott a színük, és az arc körül ilyen halovány lett, ilyen sápadt. A ajka körül pedig ilyen, hát, sötét, hát vörös. Oké, hat nap. Oké, és tehát a rovarok ismét emberalkot öltöttek, mind a három lány fölébredt, és úgy néztek rá, mintha újszülöttek lennének.
Valami köteléket is érez, ilyen anyalánya köteléket, és a nevük ritka női név, Béla, Daniela és Cassandra. Igen, ritka női név, Béla. Nem tudom. Oké. Itt egy zongora. Valaki nagyon szürcsög itt. Furán veszi a levegőt. Ha azt hinnétek, hogy aim assist van, nah, nem, nincs. Flower Swords Ball. Oké. Ott szürtjük. Túloldalon. Megyünk, adunk neki egy kis torokfájásra valamit. Amúgy készültem hátba szúrni, de itt nem lehet sajnos. Oké. De... Nem tudunk lockpickelni. Ura. Vagy valamit nyomni kell? Várjatok már. De lehet, hogy még nincs amúgy. Nem, nincs ilyen itemünk. Hát nem, szerintem itt lockpickelni kell, belelőni az nem... Nem hiszem, hogy járható út. Oké. Kire itt a vázába lőszert? Egy ős tehetség veszett el bennem. Jó, mélyen mondjuk, de... Iron Insignia Key. Na, annak örülök, hogy ezt a kulcsot kiadta. Oké. Scientific név, tehát tudományos név nincs. Méret 5-6 centi. Oké. Oké, tehát hasonlóak, mint a legyek. De kicsit más a fej. Oké, húsevők. És őrült módon eszik a húst. Mint carnivore ragadozók. Ugye ez a carnivorus, ha jól emlékszem. Oké, tehát azért, hogy vadászhassanak, ilyen feromonokat gyűjtenek, they will gather you, ja nem? Ja nem, feromonokkal vadásznak, igen, oké, jó, csak kikerekedik a történet. Hát, amivel megpróbálják az embereket utánozni,
Oké, tehát akkor termelődik, they are produced. Tehát akkor jönnek létre, amikor ez a kadú, ez nem tudom mi, tojásokat rak a gazda testbe. De a legyek önmaguktól nem képesek reprodukálódni. Oké. Jó. Igen, továbbra is a hirtelen hőmérséklet csökkenésre nagyon gyengék. Főleg, hogyha 10 Celsius fok alá esik a hőmérséklet. Oké, hasonlóan a... Hú, hát ha tudnám ezeket... Tardigrade, az a medveállatka. Hát a Polypedilum Wanderplankit, azt nem tudom mi. Arra már nem emlékszem, ha egyáltalán létezik ez. De majd írjátok be Wikipédiára, aztán majd kiderül. Jó, a lényeg az, hogy a hideget nem nagyon bírják, hanem ilyen lemennek ilyen hibernált jellegű állapotba, ilyen téli álomba gyakorlatilag. Oké, újabb info, hogy a hideget tényleg nem szeretik. Fővettünk egy kis kacatot. És akkor szerintem mehetünk is tovább. Jó, itt a shortcut. Ezt az ajtót kinyitottuk. Jól kitalált tömény, undor? Hát... Igen. Eléggé. Jó, hát itt voltunk fönt. Ugye? Ja. Jó, hát akkor menjünk tovább erre a könyvtár fele, ha tudunk. Ja, nem, az fönt van, bocsánat. Aha. Jó, akkor visszafel. Mondom, hogy összekavarodok. Oké. Hát, ha tudunk arra felé menni. Aha, és ide kell ez az Iron Insignia Key. Oké. Na, bassz meg. Az a baj, hogy hiába kezdem előni. Valahogy ki kéne cselezni. Ez ilyen burleszkes. Burleszk filmes. Viszlát! Oké, és ide kell a kulcs. Így van. Na. Oh shit. So you finally came to see me. Everyone falls for me. Megvan a tax. Úgy kéne, hogy pont itt álljon, gondolom.
Mert lehet, hogy akkor így stanulja. Na gyere, kolbász. Azt mondja, hogy hát nem annyira. Na várjatok. Na gyere. Okay. Jó, fölvettük a törzsét. Okay. Akkor még egy lánya kevesebb. Lehet, hogy ez volt Béla, ezt nem lehet tudni. Okay. Jó, gyorsan körbe szaladok itt, és akkor körülnézünk. Sleeping Chironomid. Árvaszúnyog féle. Aha. Pff, fogalmam sincs. És lőszer. Madárhatározó. Az mindig jól jön. Oké. Na. Nézzük egy térképet. És akkor erre kéne jönni. Itt van ez a Hall of Joy. Ez az, ugye? Igen, ez az. Egy újabb maszk. Aha! Oké, és ennek egy lyuka volt ennek a maszknak. Úgyhogy akkor valószínű oda kell majd tenni. Atelier, az nem tudom mi. Atelier. Életnagyságú festmény. Let the five bells of this chamber ring out. Oh. Huh. Akkor itt van 5 csengő, elvileg. Kettőt már látok. Egy itt van. Egy ott van fönt a szekrény tetején. Atelier műterem. Ó, köszönöm. Köszönöm. Hát igen, én ilyen vidéki gyerek vagyok. Ó, ott a másik. Tehát ilyen vidéki gyerek vagyok, én nem tudok ilyeneket. Három megvan eddig. Kéne kettő. Aha, ott is van egy. Hol az öt? És ott az ötödik. Na most nem tudom, hogy itt ez időre megy-e, amúgy. Gondolom nem. Hát mindjárt kiderül. Ó, a felsőt meg kéne lőni. Oké. Ezt meg meglőjük itt. Valami valahol...
kinyírt Lady Dimitrescu. Oké. Gyerünk fel. Oké. Na, följöttünk a padlásra. Egy treasure map. Az ott föl fog állni. És ha nem megyek oda, akkor is. Aha, tehát hogy itt a kastélyban van valahol egy tőr, aminek az a neve, hogy a halál virágainak tőrje. Valami középkori antik. Különböző mérgekkel van bekenve. Démonokat és szörnyeket lehet vele ölni. Na, az mondjuk nem jönne rosszul. Azt mondja, hogy érdekesen hangzik, de senki nem tudja, hogy hol van. Ó. Shit. Tarkózunk egy kicsit. Igen, ez a klasszikus hátizsák probléma. Várjátok, ez mekkora? 6. Ó. Simán ide fog férni. Hát más már mondjuk nem fér, de... Sikerült, azt kell, hogy mondjam. Jó, gyerünk tovább. Jó, amit meg kéne nézni. Hogy... Aha, tehát ott van, hogy konyha, börtön. Dungeon. Nézzük már meg a mapon, hogy van-e valahol ilyen. Kitchen. Hát, gondolom a dungeon az egyen lentebb van. Tehát valahol itt. Hát, hogy a fene se tudja.
Na itt van egy börtönféleség. Akkor itt lehetne valahol? Na jó, tartjuk ezt észben. Hogyha netán börtönbe kerülünk, akkor... akkor ne felejtsük el. Ah, szia Nevermind, szép estét neked is. Jó, na lássuk, hogy hol vagyunk. De jó, hogy még vannak ilyen repülő izék is. Bárcsak látnék amúgy. Shit. Volt nála 1300 lej. Az vagány. Oké. Azt nem tudom. Oké, itt egy lift. Még itt fönn körbenézünk. Szárgy. Oké. Futás vissza. Oké, és elnézünk erre is. Fogadjunk, hogy semmi nem lesz az égvilágon. Ó, basszus. Jó, hát mondjuk így egy kis loot van. Az kétségtelen. Hát nem tudom, Nevermind, így, amúgy a chatben lévőket kérdezed le, gondolom, mert a nézőket nem, tehát nem konkrétan a nézőket kérdezed le, hanem akik itt vannak a chatben, aztán az néha egy kicsit olyan bugos, vagy hát nem bugos, hanem, na, nem tökéletes, maradjunk annyiba. Néha van egy kis delay, hogy... Hogy valaki belép a chatbe, de még csak percekkel később látszódik meg. Na mindegy, szóval ez én is hadakoztam egy kicsit, amikor a botot írtam, olyan fura volt. Szóval nem tökéletes, na. Hol vagyunk? Ó, a három jány. Melyik lett Béla? Igen, Nevermind, jól látod.
Fura mi? Itt már voltunk. Ó. Oh. Nem ismerős a hely. De az nem jelent semmit. Ó, oh, itt egy kis napló. The delivery of one male, three females. Oké, okay, tehát egy kis napló, hogy mi történt. Egy kis pénz. Négy történjünk van. A szívás. Ja, valóban itt voltunk, már össze van törve. Jó, hát menjünk tovább. Ugye elvileg vissza tudunk tenni most egy... tehát találtunk egy ilyen maszkot. Hát vissza tudunk tenni. Of course, Mother. It was cold, wasn't it, Daniel? Aztán bejövök a zsákutcába. És akkor most mit csináljak? Ez baj. Hát ha nem vesz észre. Észrevett. Basszus. Ez baj. Fussak. Hát oké. Okay. Hát én megyek elfele. Nem tudom, hogy hova el. Jó. Shit. Az a baj, hogy annyira kevés töltényünk van. Kéne valami nyugis hely, ahol meg tudjuk nézni, hogy merre kéne tovább menni. Hát talán erre. Ja, elmegyünk arra. Ott van egy ilyen armory, ami amúgy nem hangzik rosszul. Nézzük meg azt. Oké, ez egy shortcut volt, ilyen. Bassza meg. Megjött a harmadik lány is. Oh, shit, meg ott jön lent az anyja is. Oh, bassza. Nem erre kell jönni.
Mother, too late. Turn back. Look forward to what mother has in store for you. Erre. Oké. Ó, és itt a kövi maszk. Mask of Pleasure. Huh. Oké. Na, talán kicseleztük őket. Na. Jó. I was worried my sisters had gotten to you first. Yes. Like that, harder. Oké, látom, hogy mi a helyzet, csak hát így egész nehéz. The powerful attack. És mivel? De milyen powerful attack-kal... Fogalmam sincs. Jó. Na, ez mondjuk nem egy olyan rossz ötlet. Végül is föl kellett robbantani. Hát akkor itt a lányoknak most hogy annyira már nincs jó helyzete. Maradjunk annyiba. Nincs, alig van lőszerünk. Jó. Na. Hát mondom, nem erre kell jönni. Nem. Jó, akkor gyerünk visszafele. És akkor ezt a maszkot is le tudjuk vinni. Ez érdekes. Hmm.
De erre tuti nem lehet jönni. Vagy valamit nem... Valamit... Mert valamit ide kéne tenni. Szerintem jól áll. Oké. Okay. Mehetünk. És arra kellene menni. Is megvan. Jó, akkor már csak így van. Jó, hát... Kérdés, hogy merre tovább? Hát gyakorlatilag mindenhol voltunk már. Hát nem kicsi ez a kastély amúgy. Jó, ez a hálószoba. Igen, itt tuti nincs semmi. Vagy legalábbis jelenleg nincs semmi. It's a pleasure to see you safe. How were things? No sign of Rose. I'm so sorry it turned out that way. Well, you'll find your way to her once you're out of this castle. Do you have need of anything for the road ahead? Mm-hmm. Thanks to your consistent patronage, I've expanded my services. How does me? Oh. Oh. Let
me know if you need something. Ó, de vagány. De hova kell vinni? Ja, oda, ahol világít. És ott vannak lyukak. Az a baj, hogy nem igen látom, hogy hol van lyuk. Oké. Zsír. Nagyon jó. És itt egy Crimson Skull. Oké. Nice. Hello, Miska, szia, szép estét. Oké. Nordstein labirintusai. Oké, tehát ilyen labirintusokat csinált ez a Nordstein. Nordstein, hát remélem jól ejtem, ha nem, akkor elnézést. Négy labirintus csinált, egy kastélyt, egy házat a dombon, egy waterwheel-t, hát ilyen vízkerék, erőmű, akármi, és egy vastorony. Majd miután elkészült, hát megölte magát. Mindegyik labirintus egyedi, és egy külön erre a célra készített vas, hát vagy fém golyó kell hozzá, és mindegyik ilyen kikristályosított emberi maradványokat tartalmaz, ami állítólag Nordstein négy feleségé. A labirintusok az ő síremlékei. Hát... jó. Nyomunk egy mentést, azt tuti. Hát Nordstein egyik feleségét most megtaláltuk, az biztos. Welcome. Valamit megnézek itt a shopban. Securing goods is more important than anything, my friend. Extra baggage. Az nem rossz. Hát sok pénzünk nincs, 17 000 lejünk van. Na mindegy, vásároljunk okosan. Oké, ezek receptek, vagy hát tervrajzok, hogy tudjunk készíteni ammót, aknát. Ez heal, ammó, hát ilyet veszünk. Na várj, egy darabja 150. Jó.
High capacity meg. Nem érdekes. Oké, tehát ez egy shotgun part. Egy alkatrész. Fire rate-et növeli shotgunba. Oké, egy használt penge, de ezek már elkeltek. És itt egy shotgun. Jó. Oké, hát akkor ilyet nem veszünk. Pisztoly, shotgun, sniper, ezek megvannak. Ugye itt tudunk ráadni fejlesztést. Ja. Hát, powerből sosem elég. Mondjuk 100-ról, hát egy 10%-kal növeli. Hát ez már, hát igen, ez is, ez kicsit többel növeli. Hát, ja. Hát nem tudom, egyelőre nem érzem azt, hogy szükség lenne rá. Aha. És ezeket meg el lehet adni. Hát, egyelőre nem tudom, hogy ezek mire jó. És itt egy lockpick. Akkor csak van nálunk. Vagy ez, ja, ezt megvenni tudjuk. Aha. Hát mindegy, akkor veszünk egyet. Egy lockpicket. This should be enough. Nem, most eladtuk. Shit. De hogyha volt nálunk lockpick, akkor miért nem tudtuk használni? This is all an investment, Ethan. Nem értem. És visszavásárolni sem. Na jó. Menjünk tovább. A kérdés az, hogy merre kell tovább mennünk. Ugye kell még egy maszk, azt tuti. Oké, hát itt tényleg körbejártunk mindent. Itt is. Hát itt mintha lenne egy ajtó. Lehet, hogy akkor egyenlentebb kéne menni. Akkor át a main hall, dining room, kitchen, és itt lehet lépcsőn lemenni. Úgyhogy a lady meg ott van mindenhol. Na jó, gyerünk. Miről maradtál le? Hát szerintem lemaradtál a harmadik lánynak a továhaladásáról. Hol van? Na mindegy, én iszkolok, azt tuti. Nem erre. Erre. Oké, itt a kitchen. Igen, Miska, csak még nem találtam légycsapót. Oké, és akkor itt lemegyünk a tömlőcbe. És akkor itt a végén...
De csak én nem látom, hogy... Ja, de erre. Oh, shit. Itt valami puzzle-féleség van, mert föl... Fölment az a rács. Hát, vagy csőbombával lerobbantjuk, az se rossz ötlet. Sniper ammo. Oké. Okay. Itt valahogy be kéne tüzelni. Azt hiszem sejtem, hogy mi a teendő. Jó. Hát ez nagyon remek volt. Hogy kéne ezt? Valahogy be kéne gyújtani. De hogyan? De megjöttem. Hogy kéne ezeket begyújtani? Valahogy be kéne lendíteni őket, nem? Vagy... Mert mintha rém lenne, hogy csináltunk már ilyet. Megint csak fogyasztom a lőszert. Hát végül is. Oké. Sikerült. Az úr áj. Hát ez nagyon jó. Fölvettünk egy kék szemet. Miska most, hogy mondott, tényleg azt kellett volna. Elkérni John McClane-től az utolsó gyufát. Jó. Hát nem erre kell tovább jönni. Azt megtudtuk, de legalább fölvettük.
Mindegy, menjünk tovább. Ja, hogy azt a gyufát, igen, az tényleg, ő nem John McClane volt valóban. Itt nem tudok bevenni. Ugye John McClane-nek öngyújtója volt a... Tudjátok, az a klasszikus Die Hard-os jelenet, amikor megy ott a... abba a szellőzőbe. Na, csak kinyögöm. Igen, ott Corbin Dallas volt, ja. Hát keringek itt most, de szerintem itt az égvilágon nincs semmi. Hát... erre eljöhetünk mondjuk. Hát, ha megtaláljuk az utat, feltéve. De erre jöttünk be. Tehát itt... igen, itt kellett vacakolni ugyanígy ezekkel a fáklyákkal. Erre tuti nincs semmi érdekes. És egy zárt ajtó. Tehát megint mindjárt jön a lady. A tárgyalási stílus, hát... én igyekszek, csak hát... a helyiek nem nagyon bevők erre a dologra. Igen, itt biztos, hogy voltunk már. Ja. Akkor irány vissza. Na, meg kéne keresni, hogy hol van a negyedik maszk. Hát, Sherit Adri, haladunk előre, csak mondom, ez a kastély, tehát nehéz úgy, úgy átlátni. Hát nyilván rohadt nagy. Reméltem, hogy felkapcsolja a lámpát. Tehát nehéz úgy, nehéz eltájékozódni, hogy merre kell haladni. Nehéz látni, hogy merre van az előre, amerre megyünk, ugye? Pontosan Nevermind. Oké. Voltunk az előbb. Persze, Sedit Adri, hogy ne láttam volna az ötödik elemet. Még lehet, hogy moziba is. Most erre nem esküszöm meg, de szerintem én azt még moziba is láttam. Na, már megint megy. És a pusztítót is, persze. Hát ezek klasszikusok. Azt mondjuk nem moziba láttam. Hentes Jóska. Oké. Okay.
Jó. Erre sincs semmi. Csak ez a mérgőmorgó. Oké. Ez itt a étkező. Ki tudunk menni a courtyardra, bárhol. És itt fölfele tudunk menni. Igen. Oké, és itt tudunk még fölfele menni. Itt van egy save point. Igen, itt volt Dimitrescu-nak a hálószobája, meg a nagy fürdőkádja. Hát nem őrmány másképp. Mások az igények. Ma már egy ilyen filmet, mint a pusztító nem lehetne megcsinálni. Más már a világ. Nem azt mondom, mert azért mostanában is születnek jó filmek, csak... Na. Más jellegűek. Kés. Na, itt ki lehetett más... Ki lehetett menni ugye a... Volt egy létra, és ott ki tudtunk menni a tetőre. Hát a tetőt is végigjártuk. És ott föl tudtunk menni a padlásra. Meg itt van még lépcső fölfele. Erre én miért nem emlékszem? Lehet, hogy arra nem mentünk el. Na jó, hát akkor menjünk föl. Most jobb ötletem nincsen. Is volt. Aha. Itt be a teraszra, ott van egy save point, és arra lehet menni. A szobából? Ja, lehet, hogy a szobából. Mindjárt megnézzük. A rúzs. Itt a rúzs. Ha! Elveszük. Jól jöhet. Oké. És akkor itt lehetett átjönni. Hát itt már nem lehet átjönni. Asza. Igen, az ott leszakadt. Na jó, hát akkor arra nem tudunk menni. Igen, mert itt kezdtünk ma ezen a save pointon, és itt jöttünk erre. Jó, akkor arra tovább nem tudunk menni. Ingyen színes fény van a házba? Hát valamennyi van, igen. Azt meg kell hagyni. Kis színes fém. Sőt, ez már nem esfém gyakorlatilag. Jó, hát menjünk át ide az Opera Hallba. Hát, de itt is. Itt is voltunk már mindenhol. Aha,
Itt ez lefele visz. Ez a lépcső. Itt van egy létra. Ugye itt mentünk ki a műteremből ugye a tetőre, vagy hát ide a padlásra. Mondjuk itt kimehetünk akkor a tetőre. Ezt megnézhetjük. Jó, és akkor az opera hallból kell átmennünk. Na gyerünk! Itt, ugye? Ja, itt. Oké, és akkor itt jövünk erre. Igen. Ja, arra. Te létre fölfele. Nem is tudom, hogy hol van Erdélyben az a... Hát most elnézést a kifejezésért, de ilyen hatalmas cigányvillák. Torda, azt hiszem, vagy... emlékszem, amikor jártam arra. Hát nem ott konkrétan, hanem Székelyudvarhelyre mentünk nyaralni. Hát az valami beteg nagy villák voltak. Talán nem biztos, hogy Torda, lehet, hogy rosszul emlékszem. De valahol ott útközben voltak ilyen írdatlan nagy, hatalmas villák. Próbálom megtalálni közben az utat. Még jó, hogy itt nem respawnolnak az enemik. Úgy. Jó, nem, hát nagy erdőn nincsenek nagy villák, már ahhoz képest. Ezek tényleg brutálisan nagyok voltak. Hát de itt... Itt hol? Ó! Oh. Ez az, amit nem láttam az előbb. Nem vettem észre. Jó, és akkor így szépen el lehet jönni erre. Ha! Szóval ezt nem vettem észre. Na, itt repked már fölöttünk. De ezekre a nagy villákra talán még valami cikk is volt régen valamelyik remek minőségű online hírportálon. Tower of Rage. Hát remek. Oda megyünk. Hát, visszafel nem. Na, de legalább megvan a maszk. Mask of Rage. I should be able to get out with these. Remek. Hunyad megye? Fú, nevermind. Esküszöm, nem tudom. Tényleg, egyrészt nagyon régen is volt, másrészt meg... az emlék se biztos, hogy tuti. Tehát lehet, hogy a mindegy így valahol útközben volt Debrecen és Székelyudvarhely között, ami nem rövid út egyébként, de valahol ott volt. Ó, és visszajöttünk ide a lifthez. Nagyon jó. Halló?
Jó, van, ideért. Nyugisan Elden Ringezni? Hát, figyelj, Sherit Adri, én megmondom neked őszintén, hogy most egy olyan rész jön Elden Ringbe, hogy... Nem biztos, hogy akarom. De nem biztos, hogy jobban akarom azt a részt, mint ezt. Stupid man thing! You won't live long, even if you run! Nem félsz be! Haha! Na, mondjuk egy kis nyugis Dio 2, az mondjuk jobb lenne. Oké, akkor nem a lifttel megyünk le. Hol tudunk akkor lemenni? Igen, erre. Nincs nálam légycsapó, nevermind. Még nem találtam. Őszintén szóval nem is tudom, hogy hol van a légycsapó, de... Elég jó körbe jártunk pedig, az a meglepő, hogy nem találtuk meg. Oké, itt a main hallba kéne lemenni. Ottan van. Az asszony. Tudja. Az a baj, hogy... Shit. Megint tudja, hogy bejövök egy zsákutcába. Hát nyilván. Mondjuk ez igaz, Sedit Adri, hogy valamiért nem tudtam lockpickelni, lehet azért, mert én vagyok a balfék. Na most itt krúzol? Furcsak. Hát... Megvan amúgy, hogy mit kéne csinálni. Úgy elvben legalábbis. Cirkumveniálást? Mondjuk ebben igazad van. Sedit Adri javasolt, hogy lőjek bele. A zárban. Mázárba. De belerúgni még nem próbáltam. Na, eridj innen.
Erre nem tudunk rá kerülni. Te. No. Place left to run. Oké, beaktiválódott. Jó, megyünk egy kört. És kinyílt az az ajtó. Hú, oké. A légycsapó az mod. Felénye meg. Oké. Erre nem elejti. Lövöm, mint a hülye. Várjatok, mert kéne használnunk ezt. You can run, but you can't hide. Most újra equipelnem kell.
Ja, mert nem Short Keton volt. Hát... Tessék! Remek. Tiszta légy minden. Na. Hát szerintem a Lady meghalt. You're the one who's cursed. Okay. Megoldottuk. Looks like I'm getting out of this place. Dirty flask. Remek. Oh, oké, okay. Hidratálok egyet. Amúgy most volt annyi eszem, hogy behoztam a teáskancsót, úgyhogy nem kell kimenni újra tölteni. Kétszáz IQ. Szia, Kekerényi, szép estét! Na, hát kijutottunk a kastélyból, ez kétségtelen, és akkor visszajutottunk ebbe a faluba, keresjük Rose-t. Hát ez a main objective úgy alapvetően. Micsoda? Ó, egy saving point, nagyon jó. Finom inni is lehet kamillateát kekerini, csak vigyázni kell a mennyiséggel, mármint hogy... Tehát, hogy mit tudom én, ne ilyen litereket igyál egy nap. Mert egyébként nem feltétlenül hidratál a kamillatea.
De lehet vele borogatni is, inhalálni is. Meg sok mindent. Oké, tehát befejeztem azt a eszközt, vagy dolgot, amit kértek. Kérlek, vidd el a házhoz, tehát a piros kéményes házhoz. Kösz, alig van amúgy piros kéményes ház. Menj a barlangokon keresztül. Tehát a barlangokon keresztül a romokhoz, majd be a faluba. Remek. Kekerényi, a kamillateához egy pici mézet szoktam tenni, mert általában én azért iszom a kamillateát, mert a torkom kikészül így az óratartás miatt. Nincs még mindig kurblink. Ez kéne. De mondjuk az nem muszáj. Na itt mi a helyzet? Egy kis lőpor a budin. Hát az mindig jól jön. Szóval más teához teát szoktam rakni, pici citromlevet, de nem muszáj. Tehát lehet anélkül is inni. Volt ennek a háznak ajtaja? Mármint, hogy... Ja, igen, erre. Kicsit hílelek, már nagyon pirosodtunk. Jó, itt jöttünk ki. Itt egy ház. Arra lehet tovább menni, elvileg. Meglátjuk. De mostanában van alkalmam inni ilyen angol teákat is. Tehát ilyen Earl Grey, meg hasonlók. Azt például én cukorral és tejjel iszom. Hát, erre még nem lehet tovább menni. Ezzel nem tudunk mit csinálni. Itt nincs lent a híd. Onnan jöttünk. Hát akkor csak itt kell valamit csinálni. Scrap. Hát, Sedit Adri, szerintem ez ilyen ízlés dolga, ki mivel vissza a teát. Teával is jó. Teával. Tehát tejjel is jó. Meg citrommal is, és a Earl Grey is jó. Egyébként citrommal. Hát, amúgy most egy kicsit bajba vagyok, hogy merre kell tovább menni, de mindjárt megtalálom. Csak... Most hirtelen nem látom. Svédeknél éltél, akkor szoktál rá teázásra? Mert ők nagy teások? Amúgy. Nem tudom. Azért kérdezem, a svédekről nem sok mindent tudok. Egyedül a svéd kézilabdát ismerem. Meg a svéd jégkorongot. Hát körbenézek itt még egyszer.
De így csak a tetem van. Volvo PewDiePie Anomaly. Hát... igen. Ezek mondjuk svédek, kétségtelen. Miss Mika, ha valaki esetleg ismeri. Ha már így a vidisek előjöttek. Ja, igen, és a Gripen is svéd, így van. Úgy felejtettem el. Nem tudom, hogy hova kell menni, de komolyan. Tehát a három körül teáznak és sütiznek, és beszélgetnek. Az menő amúgy. Ericsson, az is véd. Ó, szia, nem ninja oda, sheriff. Szép estét kívánok. Aj, nem tudom, hogy hova és mit. Innen kiszedtünk mindent, csak ilyen töltények voltak, meg ilyesmi, meg scrap. Ott is csak scrap volt. Jó, tehát itt a házban nincs semmi. Ott van egy kút, amiben van valami, csak nincs kurblim, hogy kihúzzam. Ez zárva van, de majd valószínű kell kulcs vagy valami. Valamivel le kéne verni azt a lakatot. Jó. Itt meg a Lady-nek a teteme van. Továbbra is. Hát tényleg nem tudom, hogy mi a teendő. Keresem Rose-t, de hát... így van, kekerényi a róka. Ja, jó. Menj hátra, és vedd le a lakatot. Na, sheriff, gratulálok, az szép. Akkor záróvizsgán találkozunk. Hát addig még van egy csomó időt tanulni. Ez mennyi? Több mint 2 hét.
Na, most megpróbálok koncentrálni. Tehát itt semmi, sehol. Ami volt, azt kiszedtük. Így van. Itt van egy levél. Menj a barlangon, át a romok felé, és onnan a faluba. Oké, itt sincs semmi. Úgyhogy itt van egy írógép, elmentettük, szuper. Jó. Az árnyékszéken nem volt semmi. Pontosabban volt egy kis lőpor. De más nincs. Hát mi lenne? Oké, itt a kertben sincs semmi. Vagy legalábbis én nem látok semmit. Oké, itt van a kút, amiben van valami, beleugrani nem tudok. Ez nem tudom mi volt. És ide kéne egy kurbli. Ami nekünk nincsen. Beleugrani tényleg nem tudok a kútba. Na várjatok. Hát itt a házban tényleg nem tudom, hogy mit lehetne csinálni. Amúgy gyanítom, hogy itt a kútban csak valami olyan item van, ami nem árt, ha van. Tehát ilyen lőszer vagy ilyesmi. Tehát nem az, ami... nem valami olyan, amivel csak azzal lehet tovább menni. De hát mindegy. Nem tudom. Jó, a házban nincs semmi. Ezt megállapíthatjuk. És itt a ház körül se látok semmit. Csak nem ez az ágsöprű. Hát az sem jó semmire. Jó. Itt van a kastély. De itt sincs semmi. És itt se volt se ajtó, se semmi, abszolút. Nem. Itt sincs semmi. Igen, Sheriff, kellene egy olyan 8-10 dia, okvetlenül. Sheriff Adri, 40-et kell írni szakdolgozatba. Minimum 40 oldal. Ha nincs meg a 40, akkor kérjük a szakdolgozót, hogy még írjon. De amúgy simán lehet szerintem. Nem tudom, lőjek bele ebbe? Nyilván nem. Hát, verjem le a lakatot. Csak nem. Róka! Menj hátra. Oké. Mindegy, menjünk tovább. Haluci, haluci. Így van, Miska esett is. Fate's hands,
As the midnight moon rises on black wings, as the midnight moon rises on black wings, we await the light at the end. In life and in death, glory to Mother Miranda. Hey, remember me? I almost died up at that castle. Tell me, what is going on around here? How can a man be almost dead? That's a question for the wise. You know what I mean. And I still haven't found Rose. Where did Mother Miranda take her? You're too late. Or maybe almost too late. The child will be sacrificed, life for life. What kind of sick medieval shit is this? She's just a baby. The crests of the four bloodlines may open the path you seek. Will you please stop talking in riddles? I just want to find my daughter. It's only a riddle if you don't know the answer. Kösz. Wait a second. That looks familiar. Hey, hey, wait! És így örökre eltűnt. Ja nem, bezárta után, maga után ezt a nagyon komoly security ajtót. Oké. Figyelj, amúgy 40 oldalt írni egy szakdolgozatba az nem sok. Tehát azt azért le lehet ülni, megírni. Egy kulcs. Remek. Na nézzük. House Dimitrescu. Miért ismerős valahonnan az a... Na mindegy, van ez a House Dimitrescu, Beneviento, Heisenberg, és Moro. Tehát ez a négy ház van. Micsoda hangok. Jó, ez a kulcs nyitotta ezt az árat. Remek. Menjünk tovább. Heisenberg, galaxis. Galaxis az Orion övön, így van. Ceremony site. Az igen. Mindjárt megnézzük. Ott valaki van felakasztva, amúgy. Jó, hát nézzük meg. Honnan ismerős ez a minta? Csak nem egy esernyő. Hát mondjuk erre nem tudok mit rátenni. Jó, hát nézzünk tovább.
Igen, Miska, nekem is az ugrott be. Umbrella Corp. Valaki nagyon mérges. Tehát ide egy másik kulcs kellene. Hát kipróbáljuk. Nem, egyik se jó ide. Ajaj. Na, akkor ide keresnünk kell egy kulcsot. És itt van egy kapu. Oké. És akkor elvileg itt lejövünk a faluhoz. Így van. Oltár. Ó, ott a bótos. There you are. I had a feeling you would pop up here. It was all worthless. Is that so? I assume you've picked up something of value. Not sure if it's of value, but... Why, you have your daughter right in your own hands. What are you saying? What? Take a closer look. That flask seems to contain her head. No. What? Roses. Don't say another word. This is impossible. This just can't be. Your daughter's essence is still intact. Her powers are truly unique. Cut that. Who could even do this? She can be saved, you know. Saved? From this? Are you insane? There's a house with a red chimney on the western side of the village. Go and seek out the man who lives there. Then we can continue our conversation. Quit holding out and get to the damn point. You don't have to trust my words. But do you have any better options? Your choice. The customer is always right. After all. You'll pay if I find out this is a lie. Fucking Joker. Okay, hát ez annyira nem hangzik jól. Körülnézünk a boltba. Neki sincsen kurblia. Ezeket meg el tudnánk adni, de... De nem adjuk el. I can have a wonderful adventure.
Jó, akkor el kell mennünk a piros kéményes házba. Ami valahol erre van. Meglátjuk. Jó, ez itt micsoda? Na, ide is be lehet tenni valamit. Ah, az egyes fleszkeket. Ah, oké. Okay. What the hell? Érdekes. Na mindegy, menjünk tovább. Micsoda zárszerkezetek. Ez elképesztő. Na, itt is egy megugorhatatlan akadály. Jó, na itt van újra ez a csodálatos román falu. Azt mondja, hogy a falu nyugati részén van egy piros kéményes ház. Most már ezek a kulcsok jók ide. Érdekes módon. De mindegy, akkor nézzünk el ezekre a helyekre. Vagy legalábbis próbáljunk meg eltalálni oda. Hát, nem tudom, hogy hogy fogok oda eltalálni. Az ott mi? Vivianit. Hát, az nem tudom mi. Ú, egy medve. Ez jó jöhet. Egy kis loot. Felkavaróbra számítottál? Egy Resident Evil-től? Nem erre kéne jönni, hanem nyugat felé. Hát, talán erre. Mondjuk ide kell egy kulcs, akkor ezt nézzük már meg. Ez zárva van. De nem is tudok eljutni. Lehet, hogy később. Tehát ez itt csukva van, ide nem tudok bemenni. És most még az sincs, hogy leverem a lakatot. És a másik irányba se tudok elmenni, mert ott meg ott áll egy nagy szekér. Itt.
még ez is zárva van. Na mindegy, akkor valószínű oda később lehet eljutni. Jó, akkor erre. És jobb ötletem nincs. Oké, itt van. Ja, de ez meg a fickó. Jó, mondjuk ez nem baj. Mert akkor eljövünk erre nyugat felé. Mert... ez meg azért nem jó, mert erről jöttünk. Na még ezt nézzük meg. Nem. Vagy négy szárnyú valamivel van díszítve az a kulcs, ami ide kell. Jó. Piros vaskaputól elkap a homvágy. Hát igen, ez... na várjál. A piros kémény. Halló? Van itthon valaki? Valahogy ide be kéne jutni. De hogy jutunk ide be? Hát csak innen... ja, ez be van csukva, ez is be van csukva. Ez is be van csukva. Erre körbe. Hát jó nagy kör, mondjuk. De mintha arra se lehetett volna. Nem, erre se lehet jönni. Itt meg ez a traktor állja az utat. Itt lent nem lehetett kimenni sehova. Na, esetleg itt. Hát, ha itt a házakon át. Na, legalább itt kinyitottunk ezt egy shortcutot. Ezt el tudjuk húzni. Remek. Hát, csak kéne kraftolni. Jó, kraftoltunk. Oké. Jó, itt haladunk. Erre. Ez föl fog kelni, tuti. Hát most mit tegyek ide a traktorra? És mit tegyem rá, a boronát, vagy mi?
Na mindegy, menjünk tovább. Ez itt nem nyitható. Ott írja, hogy do not enter. Hogy ne jönnénk be. Az igen. Egy számzár. Look out the window. Jó, meg lesz ez, csak már számzár. Ez egy 0407. Kérdés az, hogy a többi része. Egy 6 számjegyű. És itt más számot nem látok. Ó. Na, 07, 04, 08. Nézzük. Ennyi. Hackerman. Egy pisztoly. Nincs egyikhez inventory-ba. Remek. És nem is lesz szerintem. Vettünk volna még plusz inventory helyet. Hát, mit csináljunk? Cseréljük le. Jó. Ezt megérte ide. Ezért megérte bejönni. Mindenképpen. Oké. Na, gyerünk tovább. Sokan vannak. Eltettem, igen. De az nem kurbli volt, hanem ilyen... pajszerszerű valami. Oké. Na, nézzünk szét itt is.
nincs semmi. Jó, valahogy menni kéne tovább. De merre? Igen, itt kifele. És akkor igen, erre. De én meg a traktortól nem tudunk tovább haladni. Nyilván rám esik a traktor. Jó, oké, gyerünk tovább. Ezért kellett az a... Hát kurbli akkor végül is, csak nem olyan kurbli. Nem kicsi FPS drop van. Bocsi érte. Semmi. Semmi. Semmit nem ér. Itt felvettem egy csőbombát. Szevasz. Na, mondjuk... Igen, így már egyszerűbb volt mindenképpen. Van három lőszerünk. Nincs itthon a tulaj. Vagy azért van zárva, mert nincs tulaj? Benézünk a budiba. Egy lockpick. Nem tudom, miért volt a budiba egy lockpick, de nem baj. Ez amúgy elég nagy baj. Fej nélkül. Hát istenem. Oké, mindjárt craftolunk egy kis lőszert, ha tudunk. Nem tudunk. Az remek. Na hát, ha itt tudunk fölvenni.
Mivel, hogy nincs itt, tehát hosszú ideje eltűnt, vagy nincs itt, ezért nála van a kulcs, ez a József Simon. Beneviento kertésze. Jó, hát ezt akkor a kertésztől kell elkérnünk ezt a kulcsot. József. Jó. Menjünk tovább a piros kéményes ház felé. Ide kell ez a Iron Insignia key. Oké. Ilyen fölmegyünk a tetőre. Nagyon jó töltény. Csak szálljunk vissza a kúthoz. Hát mondjuk jó messze volt, de nem baj. De a kútkerék. Tehát a traktor alatt. Tök biztonságos, abszolút safe. Abszolút. És akkor itt volt a kút bent. Hát vagy nem. Ott a kút. Na és akkor ez kell ilyen, ez a kerék kell ide. És van benne egy lockpick. Nagyon jó. Ebben a klasszik fényvödörbe. Na gyerünk. Oké. Na most már kíváncsi vagyok, hogy mi van ebbe a piros kéményes házba. Szerintem támadni akar. Na jó, nézzünk szét. Itt is benézünk a budiba. Egy nagy kristály. Ami ki van csempézve. És itt a shortcut a házba. Oké. Elite pottyantós, így van. Oké, ezt itt akkor most már ki tudom nyitni. Jó. Na és akkor most már tényleg nézzünk be a házba. De rohadt sötét van. Ez is be van zárva, akkor valami másik bejáratot kell találnunk. Axhun tényleg? Ide gyere! Hát nézd meg!
Nem, tehát nehéz szívvel tettem. Maradjunk annyiba. Meglátjuk, hogy fake news-e. Oké. Na. Ez okvetlenül egy piros kémény. És ide be van vezetve valami. Oké. Bent vagyunk a házba. Hát a tulaj nem néz ki jól. De utálom az üres szekrényeket. Key is just a single piece. Oh. Oké, és tehát több darabból áll a kulcs is. Oké, és akkor ez az első. De el kéne tenni, nem? Oh. Damn it. Better see the Duke again. Mert volt már ilyenünk. Érdekes. Február 1. Feláldoztunk két kecskét Miranda anyának. Igen, ezután gyapjút áldoztunk. Hát engem már kecskét leöltük. Oké, és azt kérte, hogy keressek neki különböző növény, gyógynövény részeket és egyéb eszközöket. Vajon miért? Február 8-án nem hallottam felőle. Oké, hát az élő állatok továbbra is ott vannak. Oké. Megkért, hogy vigyem el a cuccokat a templomhoz, napkeltére. De amit láttam, az hát nem volt túl jó. Oké, és tehát a négy lord, tehát ez a four lord, ott volt, és Mother Miranda valami gyereket tartott a kezében, valamit suttogott, és megfogta a gyereket. Majd a gyerek valamilyen fehér kristállyá változott. Nem hangzik jól. Nem tudtam megállni, ezért szóltam, hogy miért tette ezt. Majd rám mosolyodott, és azt mondja, hogy ez a kiválasztott gyermek most visszatér az eredeti formájába, vagy alakjába, bármi történjék. Majd minden egyes lordnak adott egy darabot. Egy ilyen flaskában. Hát igen, ebből egyet találtunk meg a Dimitrescu-nál. Nem hajoltam meg Miranda anya előtt, mielőtt leléptem, még mindig reszketek. Vajon mit tett ezzel a gyerekkel? Hát igen, valószínű az Rose-nak a feje, igen, valóban az ő feje volt. Hát, az is... Ez szomorú. Na jó, akkor menjünk vissza
a fickóhoz. Jó, most már itt is megvan a shortcut. Hova is? A Duke az a merchant, ugye? Lehet rosszul tudom. Duke, hát ki más élőlénye, nem találkoztunk itt. Csak nem erre kell jönni. How was it? Did you learn anything? I found these feathers. Now tell me how to fix this like you said you would. Settle down. First you must use that key and collect all of your little roses flasks. Where are the rest of them? There are four in total. You have the one, and the other lords have the rest. Lords? Mother Miranda is the cold, calculating ruler of this village. Four lords serve under her. The first you've already met, the Lady Demetresque. The second lives deep in a valley of mist, the dollmaker, Donna Beneviento. None of her playmates have ever come back from that dank old estate. The third is Moreau, a being of twisted flesh that lives in the reservoir past the windmill. Said that he is not the only monster that lives in those waters. The fourth and most dangerous is Heisenberg. He works in his factory on the village outskirts. And the project. Let's just say parts of the human imagination are better left alone. Okay. És akkor itt föltette nekünk térképre. Oké. Mik ezek a ládák vajon? If you truly wish to save your daughter, you must first gather the four flasks. I'll do you a personal favor. I've marked the Lord's locations on your map. Super. Some treasures still lurk in this village. I'm sure each one will prove of great use to you. Why are you doing all this? Why, it's all part of our first-class customer service. Please do come again soon. Okay. Jó. És akkor ez a feladat. Ott. Collect Rose. Hát... Elég jól hangzik. Jó. És akkor itt föltette nekem... Ezeket a ládákat még nem pontosan tudom, hogy mik. Maestro's Collection. Hát valamilyen kincsek. Oké. Hát majd, ahogy haladunk előre, ezek kiderülnek. Jó, és akkor itt vannak a egyes lordok. De miért csak ennyi van? Itt van Beneviento, ugye Dimitrescu-t megöltük. És itt van Moró. A negyedik. Na mindegy, majd meg lesz valószínű, ő lesz az utolsó valószínű. Jó. És akkor ezeket kell összegyűjtögetni, hogy meglegyen a gyerek. Jó. Na hát, megvan a történet akkor, úgy nagyjából. Persze, majd még kristályosodik az, hogy pontosan mi van. Viszont mára megállunk.
mert iszonyatos frame dropom van többek között, meg azért, mert még van egy kis dolgom is. Úgyhogy ma megállunk, folytatjuk szerdán mindenképpen, mert így várjatok. Iszonyat frame dropom van, bocsánat. Na jó. Tényleg ki kell lépnem a gameből. Jó. Na, szóval itt ma megállunk, mert még van egy kis dolgom, de szerdán folytatjuk a Resident Evil-t, ez biztos, illetve lesz még stream ezen kívül is, ugye holnap, ha minden igaz, akkor befejezzük a Trektoyomit. Hát kb. Annyi lehet belőle, mint amennyit eddig játszottunk, még lehet, hogy annál kevesebb is, de nyilván ez attól függ, hogy hogy megy. Alapvetően szerintem holnap be tudjuk fejezni, aztán majd meglátjuk. Csütörtökön pedig akkor folytatjuk az Elden Ringet egy hát igen nagy opcionális területtel, ami nem csak nagy, hanem nehéz is. Na mindegy. Szóval ez a heti program, várlak titeket holnap is, illetve minden este, ugyanígy 7:30-tól. Én mára megköszönöm a followokat, szubokat, csíreket, donéteket, de legfőképpen az, hogy itt voltatok és néztétek. Holnap akkor találkozzunk, addig is további szép estét és további kellemes hetet. Na, sziasztok!